Amikor a afrikai sertéspestisnek a magyarországi megjelenéséről értesültem, hát az első gondolatom az nekem is az a pánikreakció volt, hogy hát ez az általunk megmentett fajta képes lesz egyszer, még egyszer teljesen kihalni. És hát azért ezzel a pánikkal rontottunk neki a rendcsinálásnak, tehát így kerültek sor azokra a kormányzati és egyesületi intézkedésekre, ami eredményeképpen végül is sikerült megmenteni és hát megállítani az összeomlást. Hát tulajdonképpen. Egyébként ezek a szőkék, ezek tehát egyből van? Kérlek, egy alom, ami haszat. Ugye ezeket azért jelölni kell. Hogy megmentsük az állományt, tehát hogy egyáltalán a piaci összeomlás után ne legyen még nagyobb baj, és hogy nehogy esetleg átterjedjen a vadsertésekről a pest is a házi sertés állományunkra, drasztikus állategészségügyi rendszabályokat kellett bevezetni. Ezt azonban, bár az állam támogatta, nagyon sok kistermelő nem tudta megcsinálni, tehát azt lehet mondani, hogy az utóbbi 3 évben sikerült megmenteni a fajtát az összeomlástól, sikerült új piacokat is szerezni, de az egyesületnek a taglétszáma 230-ról 180 alá esett. A sertéspest is elég komolyan érintette a gazdaságunkat is. Hát gyakorlatilag itt gondolok arra, hogy elég sok piacot elveszítettünk emiatt, vagyis hát nem túl sok piacot, hanem a nagy piacokat. Vendéglátással is foglalkoztunk, ami a pestis miatt háttérbe került gyakorlatilag, mert nem látogathatja a nagy közönség a telepet az egészségügyi előírások miatt. Olyan előírások, föltételek vannak, amiket nem tudnak betartani, tehát nem tudnak telepet látogatni, így kevesebb a látogatottságunk. A mangalica sertés esetében ugye azért egy nagy különbség a nagyüzemi sertés tartással, hogy ugye ez egy magyar őshonos sertésfajta, és összesen 7000 koca van belőle. Tehát itt, hogyha felszámolnának állományokat, vagy beütne egy nagyobb betegség, akkor ez egy végérvényes kihalást eredményezne, ezt nem lehet pótolni külföldről.